Sziasztok, Dáci vagyok, a mezitlábas dobos, és ez itt a Többet a Mélyből podcast. Az itt elhangzó beszélgetések a szórakoztató iparban dolgozók mentális hogyan létével foglalkozik, mivel számomra ez egy nagyon fontos téma, és rengeteg stigma, tabu és tévhitövezi. Mostani vendégem Bauman Anna lesz, aki az And My Guard és a Live by the Sea nője dalszerzője. Annával való ismerettségünk viszonylag régre nyúlik vissza, és mindig rendkívül tiszteltem, hogy milyen odadással és elámmal küzd azért, hogy érvényesülni tudjon az zeneipar, ami nőként sajnos egy hatványozottan nehezített pálya. Beszélgetésünk során erről is szó tejtett, valamint mesélt nekem a Hollandiába való költözéséről, a szülei haláláról, meditációról, spiritualitásról, pánikrohamokról. Szóval azt gondolom, egy nagyon-nagyon színes beszélgetésnek lehettek most főtanúi, és ezer hála neki a nyitottságért. Apróban műsort az NK és a hangfoglaló program támogatta, köszi érte. Nem is szaporítanám tovább a szót, kellemes elmélyülést és odafigyelést kívánok. A többet a Mabel Bauman annál val készült beszélgetéséhez. Szia Anna. Szia, köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Nem, én köszönöm, hogy itt vagy, mert ráadásul te vetetted fel, és ez nekem egy régi vágyom volt, hogy végre egy női vendégem is legyen. Hogy vagy? Köszönöm szépen a körülményekhez képest. Jól vagyok. Hát így az első percben már így kiterhúlkozom, elvesztettem édesanyámat augusztusban, úgyhogy most békés sabáról jöttem vissza Budapestre. Éppen pakolgatom az üresen maradt családi házunk megmaradt dolgait, úgyhogy egy kicsit így kihívás ez nekem ez az időszak, de egyébként karácsonyt is ott töltöttem az üres lakásban, a fiatta férjem, meg ugye a nagyszüleim lent vannak Békes Csabán. Meglepő módon egyébként a karácsonyt is sikerült túlélni, mindenféle insomnia és pánikroham nélkül, úgyhogy, de de még mindig nehéz azért az egész gyerekkoromat így összepakolni dobozokba. Uh -huh. Akarsz mesélni, hogy mi történt anyukáddal? Igen, édesanyám Petefészek rákos volt, és nagyon hosszú szenvedés után augusztusban elhunyt És ez azért is, hát egyrészt ugye, a mi kapcsolatunk nagyon különleges volt és nagyon uh, intim előtte pár évvel pedig édesapámat ugyanebben a betegségben, drágban veszélytettem el, úgyhogy így kétszer végig kellett néznem azt, amit senkinek, senkinek, senkinek nem kívánok a világon. Hogyan tudtad ezt Hollandiából menedzselni? Hát ugye jött a Covid, és amikor anyának a diagnózisát megtudtuk 2020. októberében, akkor igazából nem is tudtam hazamenni hónapokig. Szos. Tehát, hogy uh, hugom kim volt Németországba, és anya így elkezdte a kemót, meg, meg a, a, műtétet, és nagyon-nagyon-nagyon méltóság teljesen viselte a betegségét, mondta, hogy ő ezt túl fogja élni, tök jók a kilátások, úgyhogy így mindig így videóhívással kommunikáltunk, de kurva nehéz volt. Tehát az, hogy, hogy nem mehetek haza az édesanyámhoz, és nem foghatom a kezét, nagyon-nagyon nehéz volt. És apukáddal? Apukám 2016 karácsonyán halt meg, és ö, neki is ugyanez volt, hogy az elején még úgy tudtuk, vagy úgy hittük, hogy, hogy túlélése az utolsó hát a hat hónap az, az pokol, pokol. Ö, mind a ketten egyébként az utolsó napig próbáltak dolgozni, és ö, hát nem sikerült, nem sikerült. És tudod, amikor belenézel a szemükbe, és nincsenek még fölkészülve a halára, és azt a kicsit a félelem, és a megadás, amit a, amit a lehet látni, az nagyon-nagyon, az, 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 örökre beég igazából az emlékezetedbe. Mit, mit, értesz megadás alatt? Hogy elfogadták azt, hogy hiába tettek meg mindent, édes, édesapám orvos volt, öm, egyszerűen tudta, tudta, hogy, hogy ez vár rá, és igazából édesanyám vallásos volt, öm, apa teljesen ateista, de mind a ketten nem voltak fölkészülve arra, hogy bármelyik percben elmehetnek, és inkább ez ez volt számomra nagyon megterhelő, hogy, hogy, hogy féltek átlépni. Uh -huh. És búcsúra volt így bármiféle lehetőség. Volt, igen. Volt, igen. Igen. Én úgy gondolok rájuk, hogy az már nem, tehát ugye morfiumot uh -huh. kaptak, azok már nem ők voltak igazából. Én, én hiszek abban, hogy a lélek egy, egy, bizonyos időben előbb távozik, vagy később, mint, mint, tehát egy lélekszelet. Úgyhogy én, én, én mindenféleképpen ma már úgy gondolok rájuk, mint egészséges emberekre. Az íróasztalon fölött kint vannak az ilyen, ők nagy hippik voltak egyébként. Apa gitározik, Moris gitárján, anyával éppen buliba iszogatnak, cigizgetnek. Úgyhogy <laughs> ezek a képek vannak kint az íróasztalom fölött, és így gondolok, most már rájuk. Hogy ezt azóta ennek a, a feldolgozásával említetted, hogy a gyerekkori emlékeidet mm -hmm. csomagolod össze, de ez, ez mégis mi a hatással van most rád? Ö, rengeteg agytréning, meditációs tréning, rengeteg séta, rengeteg ö, egyedül eltöltött idő, és így igazából én úgy hívom ezt, hogy bambulás. Uh -huh. Ö, ezek, ezek nagyban segítenek ahhoz, hogy ö, egy kicsit túllépjek a, a traumán, de én tisztában vagyok azzal, hogy igazából ezek még olyan feloldatlan sebek ott mélyen, amelyek bármikor később is előhetnek az életemben, és hát kurvára hiányzik a, 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 az anyukám, és ö, az, hogy nálunk kiesett egy generáció, és ilyen hamar, húgom még besetöltötte a harmincat, mind a két szülünk elment, ez így <laughs> nagyon nagy. Hát nehéz, 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 de tovább kell lépni, és uh, valahogy egy ilyen ciklikus dologban hiszek az életben, és uh, ahol halál van, ott valami új is születik. Úgyhogy uh, a jövő felé tekintek, de nagyon hiányoznak. Van benned esetleg olyan, valamért ezt vettem ki a szavaidból, de lehet, hogy lehet, hogy abszolút nem így van, úgyhogy cáfolj meg, vagy erősíts meg, hogy említetted a hugodat, és valamiért azt éreztem ki belőle, hogy mintha lenne benned olyan szándék, hogy átvenni a szülők szerepét az ő szemében, vagy nem is tudom. Hugomat nem kell terelgetni egy nagyon talpra <laughs> esett ö, ö, lány. Ö, Inkább majd a saját gyerekemmel leszek. Szerintem hmm. ilyen extra careful, ilyen, ilyen túl, túl, ho, hogy is mondják, ezt az overprotectinget? A... Túlvédelmező? Túlvédelmező, igen, tudom, tudom, mert ugye nagyszülők kiestek, és ö, igazából az, hogy anyánál is a legrosszabb forgatókönyv ö, történt meg, mert az elején azt hittük, hogy ez csak egy, tudom, egy bevizesedés, vagy stb. Tehát a petefészekek a legkisebb ö, százalékban volt jelen, és így mondtuk is, hogy ó, apa után biztos, hogy anyának nem lesz, és amikor kiderült, akkor ö, igazából az, az volt egy óriási tűr, törés, és Ugye a mai napig nagyon sokat olvasok az ilyen uh, családi traumákról, meg poszgenerá... tra... transzgenerációs uh, traumák, uh -huh. tudod. És uh, igazából belőlem azt kell majd kijönni, uh, hogy mindig a legrosszabb forgatókönyv van így peregle a szemem előtt. Uh -huh. Nagyon sok esetben. És ez borzalmas. Én ezt tudom, úgyhogy ezen kell egy kicsit dolgoznom, hogy... Uh, jó, jó, sikerülni fog, de úgyis a végén, tudod, valaki meghal. Vagy én nagyon szeretem a férjemet, de bocsánat, de úgyis egyszer meg fog halni, és itt fog hagyni, hmm. tudod? Ezek a, ezek a félelmek vannak most így bennem, hogy ezeket így kitöröljem, és egy kicsit újjáírjam a, a programot az agyamba, hogy nem a legrosszabb fog történni. Ha itt, itt megengedsz egy személyes élményt Persze. nekem, Uh, nagyon komoly gondjaim vannak mostanában ezzel a prekoncepciós, ugye uh, én ezt prekoncepciónak hívom, hogy van egy uh, ismert szituáció, aminek van egy uh, kimenetele, mondjuk nem tudom, az életemben megtörtént bizonyos szitu uh, 5-ből négyszer, akkor hajlamos vagyok azt gondolni, hogy a 6. hetedik, nyolcadik alkalommal is ugyanaz fog történni, holott ez csak a, a tényleg csak a fejemben létezik. Aha. Tehát Igazságként kezelem azt, ami még meg sem történt, és ezért nem is vagyok benne a jelenben, hanem egyből a múltból projektálok ki valamit a jövőre. És nekem személy szerint ezt kell átírni magamba, hogy, hogy nem biztos, hogy azért, mert már valami megtörtént, azért a következő alkalommal ja, is ez to. fog történni. Igen. És lehet, hogy érdemes erre, és ezt most magamnak is mondom, nem csak neked, érdemes erre úgy tekinteni, mint egy lehetőség. Tehát az, hogy mondjuk lepörgeted magadba a lehető legrosszabb szenáriót, vagy legrosszabb kimenetelét egy uh -huh. egy, egy betegségnek, vagy, vagy egy életnek. Igen. Ahhoz rakt mellé még, még legalább x olyan verziót is, ami ami legalább olyan potenciállal megtörténhet. Na igen, de hogyha neked edd, hogy, ö, veled nincs olyan, hogyha lepörgetsz egy ilyen <laughs> legrosszabb forgatókönyvet, így én esküszöm, hallok ilyen síró-hegedű szót is a fejembe. <laughs> Tehát így, óriási ilyen érzelmi ö, 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 csomagot kaptam gyerekkorom óta, és ö, nem az van, hogy akkor elképzeled, és így ilyen spirálszerűen belesel, és a többi. Kimenet, az már nagyon nagy erőfeszítés a részedről, hogy azt így pozitívan is elképzeld. Hát ez egész biztos, hogy parómi nehéz erőfeszítés. Nehéz, igen, igen. Ez, ez nem egy ilyen délutáni strip az egészen biztos. Nem, nem. Tehát ezt ez nagyon súlyosan meg kell magában az embernek igen. masszírozni. Én, én ebben mindig a, a. Mindig, hát olyan nagyon régóta nem fókuszálok erre, de amióta fókuszálok erre, azóta megpróbálok a jelenben lenni és, és nem, nem, annak megfelelően alakítani a jövőt, ahogy szerintem formálódni fog. De hogy milyen nehéz a jelenben is lenni, hát az ugye? A Tehát, hogy, hogy, hogy az agyad maximálisan a jelenre tudjon koncentrálni, itt vagy, a szemeddel, az, az érintés, minden-minden, és nagyon-nagyon nehéz feladat. Én amióta itt tudatosítottam magamban, hogy milyen a jelenben lenni, amit egyébként különbözős meditáció, meditációs technikákkal ö, sikerült elsajátítanom. Iszonyú nagy meló. <laughs> Mesélj erről a meditációs ö, melóról. Ö, igazából 2019 környékén ö, kezdtem el magamon nagyon sokat dolgozni. 2018-ban eléggé ilyen pánikos voltam, ö, és... Ö, így meguntam azt, hogy a félelmeim irányítsák az életemet. Vár. bocsáss meg, hogy félbeszakítalak, csak hogy hogy jött a pánik? Tehát akkor, Ó, akkor szerintem induljunk, induljunk Igen, innen. édesapám halálától kezdve 2016-17-18. Igazából hát én szeretek, Buda, szeretek Budapesten lenni, de nem tudom, így a nyolcadik év után egy kicsit bedepíztem a... A, a közektől és, és a várostól. Nagyon jó ö, munkahelyem is volt egyébként, én a Music Channel-nél dolgoztam, tehát az is timmelt. Zenekaros dolgokban nagyon sokat kellett küzdenem, és igazából úgy éreztem, hogy én küzdök egyedül értük, és óriási célokat ö, raktam magam elé, amik néha veszélyedtek, néha pedig nem. És ö, hát benne voltam egy olyan párkapcsolatban, ahol ö, a másik fél egy nagyon ö, ö, intelligens és ö, ö, kiváló ember, de nagyon nem passzoltunk. Mm. És, ö, és ez így szépen kihozta belőlem a, a pánikrohamokat, ami egyébként egy, egy nap munkában menet ért engem a semmiből, tehát ezzel nem úgy mondok újat szerintem senkinek se, akinek, aki ezen keresztül ment, és ö, Hát így egyik pillanatra a másikra a Nyírő Gyula pszichiátrián találtam. Hogy annyira súlyos volt az a ruham. Egyébként ezer hálám, millió hálám az orvosoknak ott már azonnal jöttek le, és ketten is segítettek, úgyhogy de ott nagyon-nagyon megijedtem, és ugye utána jött az, hogy nem mertem kimenni a lakásból egy hétig, akkor óriási lépés volt az, hogy beüljek az autóba, és elvezessek el sarokig, ugye? akkor így emlékszem, így ilyen videó diarystem magamnak, remélem azok a fájlok soha nem kerülnek ide, szerintem már ki is töröltem őket, ott, hogy először ültem be egy kávéra, ezek ilyen óriási lépések voltak, és kedve, mondom, Úristen, hol van a régi énem? És akkor ezt próbáltam egy kicsit vissza visszahozni, és, és rengeteg önsegítő könyv voltam pszichológusnál is, és nekem abszolút a meditáció és mm -hmm. egy ilyen spirituális vonal az, ami segít, és segített attól a pont, ponttól kezdve, de rengeteg meló napi szinten. Hogy történt ez a pánikroham? Csak hogy ez, ez autóban volt, ha jól veszem nem, ki? Nem, ö, Utcán mentem, mentem. Hmm. Tehát egy nagyon gyönyörű, szép, ugyanilyen tavaszi nap volt. Ö, ö, nagy ö, nyomás volt rajtam, mert akkor azt hiszem, igen, akkor kaptunk az NK-tól, az MIG-ddal egy olyan Mennyiségű támogatás. Ugye, emlékszem, a Majkának volt egy olyan számjegy kiírva, és az M-Mágárnak, és a Kinti uh, promóterünknek sikerült 13 koncertből így 9-et összehozni a határidőre, amit ugye tudod jól, hogy ugye ha megvan egy bizonyos koncertszám, akkor azt így teljesíteni uh -huh, kell. Uh -huh. És már pont mentünk volna ki három hét múlva, amikor kaptam ezt az információt, úgyhogy én teljesen össze, összeestem, plusz akkor még ugye benne voltam ebben a párkapcsolatban, ami hát nem volt egy ilyen szuportív uh -huh. uh, ilyen szempontból se. Uh, és így ezek így összeadódtak, és így fölöltöztem, smink, stb. És mentem az utcán is így tudod, amikor elkap ez a, ez a metsző hideg uh -huh. egy ilyen forró, sivatagi viharral a szívedben, meg a, meg a tüdődben, és így azt se tudtam, hogy mi a fasz van. Tehát, hogy így nekem teljesen új volt, és, és elájultam. Után uh -huh. utána így összekapartam magam, fogalmam sincs, hogy kivitt be a Gyulába, de... És akkor onnantól kezdve így voltak ilyen hetente, havonta visszajöttek. Aranyosak voltak egyébként a fiúk a Nozen mondtam nekik, hogy figyeljetek, ez van, hogyha <laughs> leblokkolok a színpadon, vagy valami, akkor, akkor semmi baj, tudom, hogy ez van, át kell engedni magadon ezeket a dolgokat, és akkor utána ugye felszabadul az endorfinéken, ez egy nagyon jó érzés, ugye nem egy a, a roham, de érdekességképpen színpadon nem, nem hmm. volt. Nagyon féltem tőle, hogy, ez, hogy, hogy, hogy meg fog történni, amit nem szeretnék, tehát hogy éneklés, basszusgitározás közben, de nem, nem volt soha színpadon. Felidézted bennem a én legutóbb pánikroham szessönyeimet. Nekem nagyjából egy ilyen tíz évig kb. nem volt ilyenem, uh -huh. vagy csak nagyon-nagyon ilyen minimálisan észlelhető szinten, tehát hogy így észrevettem, de hogy így nem, nem kellett vele foglalkozni, Aha. mert pár perc alatt kisürült. És a, amikor először visszajött ez, az pont a Budapest Parknak a színpadán volt, ez az a tavalyi parkos koncertünkön volt, és gyakorlatilag azt a bulit, azt ilyen, hát a koncert ilyen 70%-a az úgy ment le, hogy hogy ilyen irgalmatlan pánikrohamba voltam. Ez komolyan, ú. És, yeah. és az volt a baromi nagy szerencsém, uh -huh. és ezt csak ezért hozom ide, hogy bárki, aki aki pánikrohammal küzd, és már volt pánikrohamja, uh -huh. És újra van neki. Nekem a legnagyobb kapaszkodó erő az volt, hogy tudtam, hogy most nem megdögleni fogok, hanem ez pontosan, egy pánikról van. Pontosan, igen. És ez volt az, ami engem átsegített uh -huh. ezen, a, ezen a, a koncerten, úgy egyáltalán, hogy, hogy le tudjam dobolni. Mert tudtam, hogy nem meghalni fogok most, hanem pánikrohamom van, ami hát baromi rég volt, és ettől még szörnyen érzi magát ilyenkor az ember, mind mentálisan, mind fizikálisan, Igen. és tényleg van egy ilyen halálfélelem az egész lényén, de az a, az a kis fogas, hogy hogy ez, hogy ez nem valós, úgymond, mármint az élmény, amit átélsz, az valós, de hogy nem a szíveddel van baj, vagy nem a tüdőddel van baj, ez egy olyan kapaszkodó, ami, ami egy megletősen szélsőséges élethelyzetből, mint nekem mondjuk a koncertezés, még abból is ki tudsz Oké, hogy így is a jó 60 perc így ment le, de akkor is kihúzott belőle. Uh -huh. Ez érdekes, amit mondasz egyébként, hogy mozgást, mert azért a dobolás azért egy nagyon extrém mozgásforma, hogy közben jött. Mert nekem mindig az van, hogy hogy ülök valahol, vagy valamilyen nem azt mondom, hogy nem sétálok, de hogy, hogy az volt, hogy, hogy hogy igazából nem mozgás közben jött. Uh -huh. Nekem a mozgás az nagyon jót, tett utána, mindig, hogy uh -huh. elmentem egy kicsit futni. És miután először megtörtént ez, és Na. a nyílőgyúlába kötöttél ki, egyrészt ott mi történt? Ott mit hát amennyire csinálni? emlékszem, egyébként tehát nem fektettek be valami ott, mentőkre emlékszem, tehát valami a, a, a sürgősségén lehettem, ott voltam pár órát, és igazából ott, ott emlékszem, hogy így alá kellett írni egy olyan papírt, hogy jó, hazaengednek, de hogy így nem teszel kárt magadban, uh -huh. tehát hogy nem, nem leszel öngyilkos, kvázi, és így az, meg, hogy van egy, létezik egy papír valahol, amit én annól aláírtam, hogy nem teszek kárt magamba, így úristen. Ez komoly. Ez durva. Ezt nem, nem tudtam, hogy ilyen van. De, de. Hát ez, ez, ez valamilyen etikett, de. De egyébként utána még vissza kellett menni. Jaj, felírtak szanakszot. Uh -huh. Szörnyű. Tehát, hogy, 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 én, én nem tudom, hogy, hogy tehát jobb beveszed, így egy kicsit megnyugt megnyugszol, de hogy utána két-három napig lehet, hogy a hormonháztartásom nekem egy kicsit érzékenyebb, de hogy igazából így egy olyan depibe visz le, hogy így azt mondtam így két szem után, hogy köszönöm, én mm. és azóta is lekopogom. Nem vettem be gyógyszert évek óta. Csak gyógynövények. Uh -huh. És a, az ezt követő pánikroham, uh -huh. most ostobán hangzik a kérdés, de az hogy zajlott? Tehát, hogy volt egy ilyen nagyon impulzív élményed, aminek uh -huh. kórház lett a vége, és mondtad, hogy abból nagyon-nagyon hosszú idő volt, mire újra kávézóba tudtál menni, mondjuk. Igen. Mi volt utána? Tehát, hogy amikor, mert úgy veszem ki a szavaidból, hogy volt még ilyen alkalom, igen, most ö, utána olvastam, meg így mondták is nekem, hogy a pánikroham, meg az anxiety-etek, hogy, hogy fordítod Szorongás. le? Szorongás. Szorongás, tehát ez két különböző nekem. Amikor a semmiből jött, az pánikroham lehetett, de ami utána jött, az egy ilyen szorongós ö, ö, roham volt, mivel hogy ott attól féltem, tehát nem tudtam, ez, az, tehát ez minden abból jön, hogy nem tudod kontrollálni a dolgokat, uh -huh, uh -huh. ugye? Nem tudod, hogy mikor jön, és ez idéz felmenned egy egy szorongást. És igazából az, hogy így megfogalmazod magadba, hogy jó, mi az, nem tudom, hogy mikor jön a legközelebbi pánikroham. Kettő, Úristen, azt hittem, hogy egészséges vagyok, de lehet, hogy innentől kezdve megőrültem. Ugye mm. ez a megőrültem? És uh, ezeket így megfogalmaztam magamba, aztán még le is írtam, és egyébként így, ugye, a meditáció során is, uh, kívülről szemléled magad egy ilyen tök nyugis helyzetbe, és igazából láttam, hogy ott vagyok még annak 29 évesen, igazából jó az endometriózisomon kívül nincs semmi egészségügyi problémám, van munkám, van zenekarom, tök jó pályázati pénzeket nyerek, megyünk turrézni, hogy igazából hogy minden király. Tehát, hogy hmm. És amikor ezt egy kicsit így magamat így kívülről láttam, így Anya megfogalmazott, hogy mi az, amit nem tudsz kontrollálni, és egy kicsit elengeded, akkor az nagyon-nagyon sokat tud segíteni. Uh -huh. Nekem ez, ez. És uh, jött egy olyan lehetőség a semmiből, pont uh, tornán voltunk Barcelonában az Emma hogy én ott véletlenül a semmiből megismertem a jelenlegi férjemet. <laughs> Ez szóval, történt? Hát kim voltunk turnén, ő, ő a, a holland főzenekarnak volt a stage manager -e, és igazából csak így, így folyamatosan esküszöm, tehát tényleg esküszöm, esküszöm, semmi nem történt azon a turnén, mondom, én benne voltam egy, egy korábbi párkapcsolatban is, és, és így elkezdtünk beszélgetni. Egyébként 7 éve fiatalabb hmm. úriember, tehát hogy <laughs> Nem gondoltam volna, hogy ebből bármi lehet, de, de így a szemébe néztem, és így azt láttam, hogy egy nagyon idős és nagyon bölcs lélek. Uh -huh. És így mellette így, tehát, hogy így, így tényleg a jelenben vagyok. Tényleg a jelenben, és annyira hálás vagyok neki, hogy igazából így egymásra találtunk a semmiből, hogy én azóta hiszek abban, hogy engem tényleg valahol szeret a jó Isten. <laughs> de jó azt hallani. Igen. Még egy fél mondatra kanyarodjunk vissza erre a meditációra, hogy Igen. az hogy jött? A férjed előtt, után? Jó, hát én mindig egyébként 14 éves korom óta ilyen, hát nem, nem, nem szeretem ezt a szót, de én kicsit ilyen spiri vagyok. Uh -huh. um, nagyon fontosnak tartom a spirituális, mente, spirituális egészséget is, és igazából Imádom a, a védikus írásokat, a derekcsopra, a szvámiráma, ráma, tehát a, a keleti filozófiák, akár buddhizmus, ezek mind, mind érdekelnek, és nem tudom, nagyon szeretek kicsit így meditálni, füstölőt gyújtok, tele vagyok kristályokkal, úgyhogy ilyen tíz perces én elvonulásaim minden nap vannak, és éreztem ennek a jótékony hatását. Uh -huh. Meg ugye a jóga, minden nap jogázom, ami persze nem az, hogy csak izé csinálsz egy ászanát, meg stb., de hogyha ezt hosszú távon csinálod, nem milyen jó dolgokat tud előítézni, nem csak a testedben, hanem, hanem mentálisan is, ugye? Tehát, hogy ezek hosszú távon fejtik ki a hatásukat, és azt, hogy elhagytam mindenféle gyógyszert, um, Nekem ez bevált. Hát én ezt a barátnőmön tapasztalom, aki jó oktató, és, uh -huh. és látom rajta, hogy hogy néz ki, miután elment gyakorolni, Igen. Meg, meg milyen volt előtte. Igen. És sokszor egyébként van, hogy zaklatottabban jön ki belőle, Aha. mert egyszerűen egy olyan szemszögből tudott ránézni a saját életére, ami nem biztos, hogy kellemes volt, uh -huh. de ettől független, szembesítő, meg fontos volt. Uh -huh. És ezt utána tudja továbbvinni magának, de már tudatosan és nem tudat alatt. És azzal már lehet mit kezdeni, ami a tudati felszínen van, és nem a tudat De azt így nagyon látom rajta, hogy amikor rendszeresen van alkalma gyakorolni, hogy azért sokkal inkább középen van. Igen. Itt csak ezt azért fűzöm ide, hogy, hogy tényleg a, a joga az egy baromi jó dolog, ami közel visz minket saját magunkhoz. Pontosan. Főleg, hogyha ez rendszeresen van gyakorolva. Hogyne, hogyne. A légzés technika nagyon-nagyon fontos, hogyha én is egy kicsit érzem, hogy feszültebb vagyok, stb. bal orjuk, jobb orjuk. Tehát, hogy, 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 lélegzés, 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 és mindig a fényben nézek. Tehát, hogyha kim van most a naposka, egyébként először látom így hetek <laughs> óta, most Hollandiában nem sütött a nap, a nap vagy egyébként egy gyertya vagy egy lámpa, tehát hogy mindig ugye a fény az az információt hordoz egy egy magasabb frekvenciát mm -hmm. és és hogy hogy légzés fény ezek én azt mondom, hogy ezek mindenki számára elérhető és, és hasznos dolgok lehetnek. És akkor azt mondod, hogy a pánikrohamokon elsősorban ezek a meditációk enyhítettek? Igen. Igen. Illetve étrend változás. Uh -huh. Én uh, sosem szerettem meg nem soha nem prédikálok erről, de én azt mondom, hogy egy, egy felvilágosultabb, kiegyensúlyozottabb lélek harmóniához hozzájárul az, hogy valaki nem eszik, főleg vörös húst. Uh -huh. én, én vega vagyok most már hát 7-8 éve. Igazából laktózérzékeny, úgyhogy tulajdonképpen vegán a táplálkozásom nagyon-nagyon sokat segített nekem, nem csak mentálisan, hanem fizikailag is. Tehát, hogy az endometriózisomban is engem műtöttek 2018-ban, és azóta nem kellett műteni. És ez uh -huh. nagyban szerintem annak tudható be, hogy többnyire növényi étrenden vagyok. Tudsz még erről mesélni, hogy milyen mentális változásokat hoz ez? Mert úgy veszem uh -huh. ki a szavaidból, hogy oké, okay, a, a fizikai része Igen. az egy nagyon látványos és kézzel kézzelfogható dolog, de mintha említetted volna, hogy ugye a pánikrohammal uh -huh. is ö, összefüggésbe tudod hozni, hogy volt egy étrendváltozásod, Igen. hogy érzésed alapján hogyan függ össze a kettő? Én gyerekkorom óta iszonyúan érzékeny vagyok, tehát hogy én én annyira emlékszem, egyszer följöttünk nagyszüleimmel, szüleimmel, a, a, akkor nyílt meg a West End, és akkor lehettem mind ilyen 9-10 éves, és emlékszem azon az este, Életemben először nem aludtam, mert annyira magamba szívtam ezt a sok ugye, mesterséges fény és ember, és a többi, és a többi. Úgyhogy én tudom magamról, hogy nagyon-nagyon érzékeny vagyok, és így tényleg mint egy szívacs, így be tudom szívni bárkinek az energiáját, meg a körülöttem lévő dolgok energiáját is. És én hiszem azt, hogy én, én hiszek a karma törvényében, és az, hogy hogy nem eszem meg valamit, ami szenvedés árán kerül a tányéromra, az, azzal magamnak is jót teszek. Én nem a húsevés ellen vagyok, tehát az, hogy valaki nevel állatokat, és azt, azt szeretett benneveli föl, és, és úgy dönt, hogy levágja, azzal én tehát egyet értek, de az, hogy mesterséges módon, tehát, hogy vágóhidról kell üljön valami az asztalodra, szerintem nem okés. Hát meg, igen, meg maga a feldolgozott élelmiszeripar. Feldolgozott, az, igen. Az igen. olyan szinten, a működése okán annyira mérgező lehet egy szervezet számára, hogy egy teljesen egészséges szervezet is hát hogy mondjam, azért kikérheti magának egy ponton a sok feldolgozott élelmiszert, és ezért ez a húsiparra azt gondolom, meg a tejiparra is, hogy hatványozottan igaz, tehát hogy Tudosan. hogy ezeket az állatokat, amiket a boltba meg tudunk vásárolni egy pultból, az nagyon távol áll attól, amit mondjuk te mondasz, hogy valaki tart ö, otthon állatot, hogy és utána úgy dönt, hogy levágja Persze. és Persze, teljesen, tehát hogy igen. Én egyébként, ha jól emlékszem, még mielőtt vega lettem, én nem is tudtam megemészteni a csirkehús se. Tehát, hogy így bennem Mostra. maradt. Ez teljesen egy ilyen, ilyen ö, ö, normális dolog, ö, hogyha valaki, nem tudom, tehát, hogy nekem érzékeny vagy gyomor szempontból is. Uh -huh, uh -huh. És ö, egyszerűen nem tudtam megemészteni. Vörös hús, ilyen nagy Jézusom, majd meghaltam. Ilyen az, amikor figyelsz, az ember a testének a Igen. kívánalmaira. Igen.

Ez megint csak egy félmondatra visszavezethető szerintem a meditációra, mert mm -hmm. mert minél többet tud az ember magával lenni, akár egy napi tíz percet is, annál jobban tud figyelni arra, hogy az adott helyzetben mi a jó a, a testek. Vagy nem csak az adott helyzetben, hanem jelenben lenni és megfigyelni azt, hogy mi történik bennem. Hogyha mm. csirkehúst teszek, vagy hogyha süt a nap. Igen. Csak hogy két valami ellentétes dolgot Igen. említsek, és, és nem mindegy, hogy mennyire vagy hogy milyen hatással van Pontosan. ránk egy adott dolog. Ö, említettem most valamit, hogy magaddal lenni, önmagaddal lenni békében, ez nálam még Hollandia után is egy kicsit probléma volt. Uh -huh. Kiköltöztem, és tehát azt, hogy hogy hogy, igazán, hogy egyedül vagyok, ugye egy. egy egy olyan országba költöztem, hogy annól még nem is beszéltem a nyelvet. Úgy voltam vele, én, családom másik fele kint Kanadában, én voltam kint Kanadában többször is, meg, meg túrnék, meg hál' Isten, nagyon sok helyen jártam a világban. Ó, nem lesz baj, nem lesz baj, kiköltözök Hollandiába, minden tuti lesz, hát nem. Nagyon-nagyon-nagyon nehéz, hat hónap volt az első hat hónap kint. Barátok nélkül ugye a zenekarom is itt maradt uh, Magyarországon, tehát ilyen Skype próbáink voltak. Mm. Ö, nem tudtam egy szobában meglenni önmagammal, egyedül, csöndben. Tehát akkor még, még nem voltam olyan szinten, hogy, uh -huh. hogy, hogy ezt, ezt így el tudjam így magamat viselni, minden jóval és rosszal. Ö, nagyon nehéz magadat meglépni. Fú, erről erről a magadat meglépni, <laughs> hogy ez neked hogy, hogyan jött el? Igazából ugye ö, ö, a spirituális világban ezt úgy hívják, hogy árnyékén. Ez képzelj el önmagadról egy, egy nagyon ilyen grampi verziót. <laughs> Nálam ez, majd egyébként meg, meg is kérdezem, hogy nálad ki ez az árnyékén. Az én árnyékénem egy összetört, ugye pánikrohammal, annó küzdő. Ö, ö, Duci ö, kislány, megcsalt barátnő, ö, sikertelen zenész, ö, lenézett ö, a szakmájában. Tehát, hogy minden, minden, most nem tehát nem ez vagyok, de hogy hogy, hogy 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 ott vannak bennem ezek a sérelmek, és ezeket így össze lehet gyűjteni. És igazából, hogyha ezzel képes vagy szembesülni, és ez nem csak, tehát ez, ne, ez nem egy nap alatt történik, ez hmm. nem egy nap alatt történik, ez hosszú folyamat, hogy elképzeled magad előtt ezt az énedet, és Egyszer egy nap úgy kezd fel, hogy szeretettel gondolsz rá. Tehát, a megölelnéd. Igen. És ki a te árnyékéned? Hát egészen biztos, hogy egy rendkívül önbizalomhiányos, el nem ismert, de nagyon elismerésre vágyó, vagy szomjazó szeretetre szomjazó valaki. Most ezek ezek a jelzők. Most ők. elsőre az a Aha. Nem szabad figyelmen kívül hagyni őt egyébként. És, hogyha megtanulsz vele kommunikálni, megtanulsz, megtanulsz vele együtt gyógyulni, akkor tényleg egy sötét szobában egyedül maradsz, és akkor is egy ilyen béke érzés árad belőled, és ö, nagy meló, de meg lehet lépni. És amióta megvan ez a béke, azóta volt pánik? Nem volt. Ilyen kicsit ö, hát ilyen feszültség, az az, az, az szokott lenni, de, hát az de természetes. igen, az légzéstechnika, meditáció stb. ezek a bevált receptjeim, úgyhogy... Mondanál egy légzés technikát, amit a hallgatóink esetleg el tudnak sajátítani? Hogyha megcsinálsz egy nyolc kilégzés belégzést, és csukott szemmel, mondom, fény felé fordulva ér, uh, akkor azonnal érzed a változást, illetve hogyha megfogalmazod magadban, mondom, ezt az elén uh, uh, mondtam már, ha megfogalmazod magadban, hogy mi az a dolog, amit most nem tudsz kontrollálni? Mi az, mi az ami zavar? Ebben a pillanatban, és egy kicsit kívülről szemléled magad. Kilépsz a testedből, és egy kicsit kívülre szemléled magad, én szerintem az, annak már lehet egy jótékony hatása. Nekem a definíciók nagyon-nagyon sokat segítenek, mert uh -huh. nekem nagyon nagyon nehéz felismerni a saját érzéseimet, mert nagyon uh, hamar elkezdtem profitálni abból, hogy elnyomom ezeket az érzéseket. És nyilván, hogyha az embernek profitja van valamiből, akkor így arra fele szereti a, a hajóját terelgetni. Igen. Aztán nyilván ez vissza is ütött elég vastagom, és most 33 évesen azt próbálom. Korolni, hogy adott élethelyzetekben nagyon egyszerű módon próbálom meg megfogalmazni azt, hogy hogyan érzem magam bizonyos élethelyzetekben vagy hogyan érzem magam egy hírhallatám. Uh -huh. És ez azért segít, mert egyrészt egy csomószor, amikor meg tudom fogalmazni, hogy így érzem magam most, és ez mondjuk egy általam negatívnak bélyegzett érzés, mert valamiért imádjuk a, a haragot, meg a dühöt negatívnak bélyegezni, holott ennek ezeknek az érzéseknek nincs igazából előjele, csak nyilván kellemetlenebb érezni. Mm -hmm. Vagy éppen, mint ami nálam van, az én képembe, amit felépítettem magamról, nem annyira fér bele, hogy én haragos legyek valakire. Jaj, ez is nagyon veszélyes, ez a kép, amit felépítesz magadról, Igen. ugye? Huha? húha, tök jó dolog, hogyha elképzelsz valamit, és így kivetíted, így az univerzumban, meg hogy mit, hol akarsz lenni, meg stb., de ennek nagyon flexibilisnek kell lenni, ezt is megtanultam, igen. hogy ez egy ideális én, az, az, az legyen már egy ilyen folyamatosan változó dolog is. Hogy nézett ki a te ideális éned, amíg ez nem volt ennyire flexibilis? Mondjuk a, a, a number one verzió, Number van meg jó, hát én mindig rockstar akartam. <laughs> valamelyik nagy kiadóhoz leszerződni és, 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 körbe turnézni. Nem akartam annyira, annyira híresnek lenni, de, de egy olyan, hát kit mondjak, egy ilyen, ilyen B-kategóriás metáprodukció, tehát akik egy ilyen elmennek turnéra, és mindenhol összeszednek 300 embert így Európán uh -huh. belül. Tehát, hogy azt akartam mindig. És most már így, hogy igazából, tehát csinálom ugye a zenekaraimat, az m Magardot, és most már a by the t is. Uh, ugye egy booking agency nél dolgozom, vagyis, hát mi, mi cégünk a... a a férjemmel is látom a másik oldalát, és hogy ez mekkora meló, és még hogyha Hollandiába születsz ki, és nagyon-nagyon szanassz szerencsét van, akkor is iszonyat nagy meló, és kapcsolatok kellenek hozzá. Kapcsolatok, jó helyen kell lenni, és kapcsolatok. Tehát, hogy mm -hmm. <laughs> megtehetség is, ugye, de, de hogy, hogy ez, ez bennem így, így tök jó is, hogy hogy így realizálódott, hogy ez ez nem úgy megy, hogy csak fölkelsz és rockstar leszel, mm -hmm. hanem azon kívül, hogy megdolgozol értel, nagyon, tehát ott kell lenni jó helyen. És ez nem mindenkinek adatik meg, de ez semmi baj nincsen. Meg én azt gondolom, saját magamról is egyébként, hogy vannak olyan vágyaim, amik nem nem biztos, hogy azt az örömet és kielégülést okoznák, hogyha elérném, mint aminek Pontosabb. én gondolom. Pontosabb. Pont a Jakab Zolival beszélgettünk erről a podcastben, hogy nekem van egy olyan vágyam, hogy egy külföldi produkcióval, zenéjek, mondjuk egy turnén keresztül, 30 napból 28 koncert. És ez uh -huh. ez azt gondolom én most itt, uh -huh. hogy ez, ez mennyire kielégíteni a vágyaimat, meg mennyire izgalommal töltel, hogyha rá gondolok, de semmi garancia nincsen rá, hogyha benne lennék ebbe az élethelyzetbe, akkor én abban jól érezném magam. Nyilván puding próbálja az evés. Igen. Ez kétségtelen, de, de azt szerintem baromi nehéz felismerni, hogyha egy élethelyzetben, amit te elképzeltél magadnak, hogy az, az, az vagy te, te vagy a rockstar, és tegyük fel, mondjuk elérted volna azt a uh -huh. B-kategóriás rockstar uh, státuszkót, akkor egyáltalán nem biztos, hogy az egyébként úgy boldoggá tett volna, mint ahogyan azt elképzelted, hogy, hogy mennyire boldoggá tesz. Pontosan? Én mondom, amióta így a derült égből lepotyant az én holland férjem, <gül> <gül> én, 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 én bízom, most ez annyira kliséházi, de én bízom az univerzumban. Uh -huh. Tehát az, hogy, hogy például az M. se értük el, még, vagy nem fogjuk elérni azt a szintet, vagy a Live by the sea se leszek, nem tudom, a BBC Two-nak a nem tudom, az egyik élő sójában. Üh, igazából így én is feltettem magamnak azt a kérdést, hogyha full-time emigrant lennék, akkor nem lenne időm. Én nagyon szeretek dolgozni, én nagyon szeretek vállalkozni, én nagyon szeretek pénzt keresni azzal, amit csinálok egyébként, és ugye nekem van egy, egy webshopom is, gyertyákat csinálok, rengeteg, rengeteg dolgot csinálok, és igazából lehet, hogy egy kicsit unnám, nem? Tehát, hogy, hogy, hogy ott, ott belenne állva egy sikra az életem, és akkor így, így azt ki lehet maxolni, azt nem említettem, de én komoly zenésznek készültem. Uh -huh lett is volna lehetőségem, hogy Bécsbe fölvegyenek, és fuvalaszakon tanuljak tovább. De az is olyan volt ott, a komoly zenés olyan, mint nem tudom, én lóversenyhez szoktam néha hasonlítani, gyönyörű, de hogy igazából 7-8 órát kell gyakorolni, uh -huh. se magánélet, nagyon-nagyon kemény meló. Nagyon kemény meló. Tehát nagyon mint kemény a meló. olimpiára készülő sportoló. Hát, tulajdonképpen igen. Minden tiszteletem a komoly zenészek irán, de de ez nem nekem való volt, hogy igazából ott is kilőttem egy olyan lehetőséget, amiben igazából tehetséges voltam, de tudtam, hogy amellett például nem tudom csinálni az Enmigardot. Mhm. Uh -huh. Meg nem tanulhatok tovább. Én nagyon szerettem tanulni egyetemen is. De ez barom jó, hogy te ennyire tudatos voltál mert viszonylag korai életszakaszban Igen. is, és felismerni azt, hogy oké, okay, ebben tehetségem van, és ebben jó vagyok, és biztos vagyok benne, hogy élvezted is, amit csinálsz. De hogy felismerted, hogy hosszú az az életmód, az nem biztos, hogy téged boldoggá tesz. Mert egy csomó minden olyan lemondással jár, ami viszont tudod, hogy boldoggá tesz. Igen. Kevesen tudják, 18 évesen már én az első demonnal egy. Nap. Nagyon, hát nem akarom kimondani, hogy az egyik legnagyobb lemez cég magyarországi ága felajánlott nekem egy együttműködést. Az volt a kikötésük, hogy magyarul kell énekeljek. És 18 évesen azt mondtam, hogy nem. Te Ezzel valgány. lehet, hogy megásta <laughs> Nem, ez de, de hogy akkor is már így tudtam, hogy mi is, és nehezebb utat választottam, nem érdekel. Sem volt menedzserünk, senki, úgyhogy. De nem bántam meg. Azért voltak olyan nem azt mondom, tehát mindennek oka van, hogy én például Magyarországra születtem, nem tudom, hogyha visszaemlékszel az én 2007 óta csinálom az emágátot, és, és azért még abban az időben egy ilyen 2011-12-ig az, hogy például valaki kimenjen külföldre turnézni, hát akkor még nem volt semmi, és már akkor is azért lobbiztam, és valami olyan kis kapukat kerestem, hogy ez megvalósuljon. Tehát, hogy nagyon-nagyon nehéz volt akkor már. Vagy még, még. Hát akkor kezdődött el az az egész akarózás, és uh, akkor is uh, az volt a célom, hogy, hogy külföld, külföld, külföld. Honnan volt ez a külföld iránt érzett felhajtó erő? E, azt mondtam, hogy ki voltam Kanadában, 16 éves voltam, és én három hónapot ki voltam, az egész nyarat kint töltöttem. Uh -huh. Tehát ez nekem egy olyan változást hozott így az életemben, meg annyira így kitárta a. a, a hát a perspektíváimat, hogy, 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 milyen lehetőségek vannak ezen a földön. Hogy én, én ott eldöntöttem meg, hát 2007 9 azért visszagondolunk, underground nagyon sok nagyon jó zenekar volt itt Magyarországon, de még kevesebb női rock előadó is, úgyhogy nekem igazából nem volt segítségem azt láttam, hogy kint már jobban tudnak érvényesülni a nők, és ez nekem egy nagyon nagy erő volt, hogy hogy oda közéjük küzdhessem fel magam. Tehát, hogy igen. És hogy jött Hollandia? Tehát, hogy itt volt egy kanadai benyomás, uh -huh. kívülről nézve könnyen hinném az, hogy akkor akkor az lehetett volna egy releváns cél a fejedben, hogy mondjuk oda kiköltözni, vagy ott hát érvényesülni. Az a világ másik fele Vancouver az, az egy <laughs> Kicsit, no. <laughs> Jó, én mondjuk nem, nem jártam ott, tehát hogy ebből a szempontból tényleg ilyen külső szemmel nézem, vagy ebből a szempontból Aha. is. De hogy hogy, hogy jött Hollandia? 2017-ben hívtak ki minket a Female Metal Event nevű ö, fesztiválra, ami nekem egy ilyen abszolút, ilyen ultimate goal volt. Tehát, hogy, hogy a leg. Tehát én utálom ezt a female fronted metalt, tehát, hogy, hogy ne, 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 ne ö, tegyünk különbséget már a között, hogy kinek van mi a lába <laughs> között. Um, de hogy mégis egy, egy tök jó közeg, egy, egy nagyon jó line és nekem mindig az volt az álmom, hogy oda egyszer kikerüljünk, és meghívjanak minket, és igazából 2017-ben meghívtak. Életem egyik legboldogabb napja volt 2017. szeptember 24-e, mert a rengeteg szopás és a rengeteg küzdés, öt ember van a koncerten, ami a hangmérnököt és a bárpultost is beleértve. Tehát, hogy, hogy ott voltunk, és, és az egy teltházas buli volt, és onnantól kezdve ott, ott, jött egy holland lemezszerződés, és rákövetkező évben is kimentünk, és onnan jött az az ismertség, akik elé mehettünk 2019-ben, ahol megismertem a holland férjemet, tehát hogy így, és hollandiában amikor először ki voltam, voltál már Hollandiában? Nem, sajnos nem. Én békés Csabai lány vagyok, tehát megcsapott ez a farm szag, és azt mondtam a fiúknak, hogy gyerekek, én nem akarok kiköltözni, de hogyha valahová ki, ki fogok költözni, akkor ez lesz az ország. Mm. Ezt 2011-ben mondtam nekik. Itt valamilyen nagyon otthon érzem magam, és, és tök jó. Tehát, hogy nagyon jó ország, és igazából így a sors visszapottyantott oda 2019-ben. És még a, a, költözésedről mesél, hogy ez érzelmileg mondtad, hogy az első fél év az, az hát nagyon kemény volt. nehéz volt, de, de egy picit mesél még erről, hogy mégis azért feladni egy magyarországi életet, uh -huh. és egy másik országban, Hollandiában úgymond újra kezdeni, nem biztos, hogy ez a legmegfelelőbb szó, de, de így egyszerűen abszolút Nulláról, abszolút nulláról. Mesélj erről, kérlek jó, hát volt egy, egy romantikus szál, de mondom, az még egy olyan, olyan kérdője volt, tehát, hogy itt voltam, tök jó munkahelyem volt, volt egy tök jó egzisztenciám, és egy hét éve fiatalabb úriemberért így mindent föladni. Azért voltam már akkor is egy kicsit ilyen talpra esett, hogy hogy nem erre alapoztam mindent. Uh -huh. ö, ott jött egy állásajánlat a egy koncertszervezői irodától, hogy egy ö, booking együttet keresnek, úgyhogy ö, az is egy nagy kihívás volt, mert ugye mi uh, jutalékért dolgozunk, és hogyha megszervezel valamilyen koncertet vagy turnét, azt általában egy ilyen fél évre előre szoktad. Tehát én nekem úgy kellett készülnem, hogy szeptemberbe költöztem ki, hogy nekem márciusig semmi bevételem nem lesz. Uh -huh. uh, az is egy kicsit, uh, hát, frusztrált, uh, vagy nehéz volt, illetve az, hogy nem beszéltem a nyelvet, uh, meg uh, ugye... Uh, a mostani férjemmel, akkor még 23 éves volt, én meg már 30. És um, teljesen más élet volt, tehát neki még hétfőket de az buli-buli-buli, az hétvégén meg duplán buli, én meg már akkor már egy kicsit ugye, uh -huh. na, zé, maradjunk itthon, stb. stb., vagy menjünk el tudom túrázni, vagy... Úgyhogy az is egy kicsit ilyen egy, egy ilyen kihívás volt. Emlékszem egyszer, ilyen 3-4-2-kor <laughs> már kim volt a kocsim, és így egy kettőkor bőgbe hívtam anyát a brédai autópálya mellett, hogy anyám, most haza fogok vezetni 14 órát. És akkor mondta, kislányom, nem, visszamész, kibékültök, lenyugszol, és ott maradsz, és egy kicsit embereld meg magad, légy szíves. Úgyhogy igazából... Hosszabb Hittető. folyamat. Igen. Én, tudod, egy, egy jó párkapcsolatban a másik fél is enged, és nagyon sokat formál magán, és nekem is kellett formálni magamon. Tehát azzal szembesülni, hogy mennyi hibám van nekem is, ez ebben a kapcsolatban voltam képes szembenézni ezekkel. Én hiszem azt, hogy, hogy a, a, a férjemmel egy hát angolul úgy mondja, hogy twin flame, ez az ikerláng, ami, amiről mindenki azt képzeli, hogy hú, de romantikus, és mennyire jó, hát nagyon nem. Tehát, hogy ez, ez mély Olyan mély hogy a, az ilyen kapcsolatoknak a nagy része nem is éli túl az első pár évet, mert nagyon durván tükröt mutattunk egymásnak azzal kapcsolatban, hogy kinek mi a hibája, és min kell dolgozni ahhoz, hogy a legjobb verziói legyünk saját önmagunknak az adott időintervallumban. Úgyhogy ez mind a kettőnk részre egy óriási kihívás volt, és márciusban jött a Covid. Összelettünk zárva. Össze lettünk zárva egy másfél ö, ö, szobás ö, kis lakásba, és igazából az hozott minket nagyon durván össze. Ez mennyire durva, mert az, az, hogy mondjam, ahogy végnézek a környezetemben, inkább a másik véglet betolta át a, a párkapcsolatok többségét. Igen, igen, és hogy nektek egy ilyen terhelt tükör igen. ellenére ez inkább inkább megerősített, azért ez, ebbe van munka. Mesélsz arról, hogy mik ezek a legrosszabb tulajdonságok, amikkel egymás tükrében rávilágítottatok? Igen, az én részemről abszolút az önsajnálat. Én amikor kimentem, már akkor is egyébként. Durva, mert pont beszéltük, hogy annyira, hogy a két kultúra nagyon-nagyon nagyban eltér egymástól, hogy a holland identitástudat, illetve ez a magyar örök történet, és én hiszek abban, hogy ez, ez, ez azért, egy, 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 tehát a, a mentális egészségünk része is az, hogy magyarok vagyunk. Uh -huh. És ez nagyon kijön, hogyha egy más ország, tehát egy, egy, egy teljesen más közegben vagy, um, azt mondta nekem a Davy, állandóan ez a hát ez önsajnáltatás, nem megy, mert ez eleve el van rendelve, hogy ne menjen, akkor nekünk úgy se lesz jobb, stb. stb. Tehát ezekkel kellett egy kicsit így szembesülnöm. És ez abszolút nem csak az, hogy én mi mentem keresztül, de ez, ez, ez a magyarságban is benne van. Igen, ezt, ezt magamon is léptenyomon észreveszem, hogy merek általánosítani, és azt mondom, hogy hogy az emberben, a magyar emberben ez benne van, hogy van egy kis szégyenérzet, hogyha jól érzi magát. Ja, igen, szégyenérzet. Mondom, az önsajnálat nem lesz jobb. És és hát az alkohol alkoholbetemetkezés, tehát az is, az is. Ugye a minden generációnkban is sajnos már egyre több embernél látjuk, hogy egyenes úton vannak az alkoholizmus felé. Ez van, hát szörnyű, szörnyű, szörnyű. Ja, hát meg ugye a mai, mai politikai életbe folyik azért. Hollandiában az is, tehát tudják, hogy mi van itt, és nem vagy rá büszke. Uh -huh. Nem vagy rá büszke. Mennyire előítéletesek veled azért, mert magyar vagy? Azonosítanak téged a magyar politikával azért, mert Magyarországról jössz? Volt már rá példa, igen. Hú. Volt már rá példa, főleg idősebb korosztályban volt olyan, hogy, hogy, nem voltam rá büszke, hogy mondtam a néninek, a virágárus néninek, hogy magyar vagyok, mert azonnal azt hitte, hogy tudom én, hát nem vagyok elfogadó stb. stb. többi, szörnyű, és volt olyan barátom is, aki megkérdezte, egy egyébként meleg barátom, ismerősöm, hogy egyébként így ki ki tudnék menni az utcára Budapesten? Nem fognak megverni? Hm. Ez... Ó, de hát igen, igen, ez, ez van. Szörnyű. Nekem volt egy nagyon érdekes tapasztalásom, pont akkor ment Magyarországon a, a melegellenes kampány, mm -hmm. és én akkor kin voltam Barcelonába, és rengeteg melegpárt láttam, és olyan felszabadultsággal csókolóztak ezek az mm -hmm. emberek az utcán, és fantasztikus volt látni, mert nem tudok rájövősztetni, a felszabadultság nyilvánult meg bennük, hogy, mm -hmm. hogyha itthon nagyon-nagyon ritkán és elvétve látok is egy melegpárt, mm -hmm. akkor mindig látom egyszerűen rajtuk, hogy így, így félszemük rajta a környezeten, hogy, hogy, úristen vajon most kinéz, ki ítél el, ki mit gondol, mikor fog elítélően fordulni felém bárki, még csak nem is kell, hogy agresszióval. Barcelonában szóval, meg pont azt láttam, hogy, hogy pontosan ugyanolyan természetességgel kezelik Éhém. ezt mint a heteropárok. Szerencsére Hollandiában is, és amit itthon az emberek gondolnak, hogy ezt az iskolába beviszik meg, hogy ezt, ezt le kell nyomni mindenki torkán, de hogy is. Tehát, hogy annyira szerencsésnek érzem magam, hogy én olyan országban élek, hogy ez, tehát ez nem kérdés, hogy valakinek megfoghatod a kezét, vagy, vagy jogod van házasságot kötni, vagy gyereket örökbe fogadni. Mm. Tehát, hogyha hogy szeretetbe kerül ez a gyerek, akkor persze. Tehát, hogy ez, ez nem is kell, hogy téma legyen. Én megértem, hogy ez most nagyon, nagyon sok helyen túl van tolva, de éppen azért, mert, mert még mindig beszélnünk kell erről nagyon sok helyen és szinten, és bennem nagyon sokszor felmegy a pumpa, amikor azt érzem, hogy egy kisebbsége nyomásban van. Én meg igyekszem meg is óvni magam a, a magyar hírek olvasásától, de sokszor az én is a, az indexem vagy a telexem találom magam munka közben, és így Úristen! Hát ezen még dolgozni kell. De hogy igen, tehát hogy visszatérve, igen, igen. Van, van különbség a, egy magyar tudat, például egy, 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 egy fiatal a mi, még a mi generációnkban is, meg egy Holland között óriási szakadék van. Uh -huh. És mi volt, amit te tükröztél vissza neki, ha kérdezhetem? Igen. Türelmet tanult meg, illetve azt, hogy egy, egy másik embert is számításba vegyen. Uh -huh. Így komolyan de, de, de megdolgoztunk ezért, és mondom, hogy össze voltunk zárva, igazából arra is rájöttünk, hogy, hogy dalokat is tök jó együtt írni, úgyhogy megírtunk két lemezt, wow. ami azóta meg is jelent az egyik, az első, Live by the sea és fölépítettük magunknak egy egy produkciót magunk köré, ami egyébként a mai napig aktívan működik. Most egy hónapon belül lesz Párizsban, felépésünk Brüsszelben. Úgyhogy ezt itt tök jó együtt csinálni. Úgyhogy én mindig mondtam neki, hogy nálam mindig tabu volt, hogy az adott párommal együtt zenéjek. Nem tudom, tehát nekem az Envigard meg a dalszerzés az mindig az, hogy kizárok mindenkit, mm -hmm. és oda senki nem léphet be de neki még ezt is megengedtem, hogy ezt az ajtót kinyissam, és ide beengedjem. Az elején nagyon fura volt, meg nagyon frusztrált is, de végül is tök jól sült el, mert az emmelygárdat ugyanúgy megtartom magamnak, mint az én kis uh -huh. saját gyermekemet. Ahogy beszélsz róla, kicsit olyan, mint, mint amikor először lefekszel valakivel, uh -huh. legalábbis nekem így valahogy hogy mondjam, ez az élmény kapcsol be, hogy ez egy annyira intim dolog, egy, egy közös dalszerzés, egy annyira mesztelen mi volt, tehát mutatja ilyenkor Abszolút. a másik. És ez, ez lehetséges, hogy, hogy a ti kapcsolatotokban egy fontos pont lehetett, hogy ezt a fajta általam mesztelenségnek titulált státuszt beengedtétek a kettőtök kapcsolatába. Hogy nem, meg, meg az, az, az hogy például együtt vagyunk a turnébuszban, meg ezeket a koncertélményeket együtt éljük meg, és nem az van, hogy haza telefonálok, hogy hello, most itt vagyok ebből a azért, helyszínről, telefonálok haza, minden király, hanem ezt így, így együtt éljük meg, ez is nagyon-nagyon hmm. sokat dob nekem. Tehát hogy hogy tök jó, hogy ezeket így, így együtt tudjuk csinálni. Picit visszacsatolnék még édesanyádra. Igen. Említetted a halálával kapcsolatban, hogy mint hogyha hegedű meg kürtök szólnának a fejedbe, amikor így a gyászfeldolgozása hmm. zajlik, megjelenik-e a művészetedben a gyásznak a feldolgozása. Ö, igen, a, a, Moira című albumunk 2018, nem, 10, 18 ban jelent meg. Egyébként az az album fonogram is kapott, én nem tudom, hogy honnan, meg kiáltal, nagyon köszönjük szépen. <laughs> de, de az abszolút apának az elvesztésének a feldolgozásáról szólt. Főleg az utolsó a Morpheus, ugye a Morpheus az a görög állomisten, a nevi, a Morpheum hogy nevezik a gyógyszert? Morfium. Morfium. És ő, ő utána kapta a nevét, és abban a dalban is arról éneklek, hogy hogy igazából apa most már úgy el meg most már nyugodtan térj át, nem kell itt maradnod velünk, hogy tovább szenvedhess. Úgyhogy az abszolút arról szól. Anyát meg még dolgozom föl, úgyhogy lehet, hogy azok egy ilyen új dalban fognak megjelenni a gyász a gyász még nagyon érdekes egy édesapa és édesanyja elvesztés, hogy mennyire más sebeket törnek. Vagy milyen más sebek fájnak, amikor egy apát gyászhoz, vagy egy anyát. Mesélj Hát, apa az teljesen más. Ő egy, egy, egy felnőtt testben élő örök fiatal gyerek, egy elismert orvos, ugyanakkor pedig együtt jártunk Scorpions koncertre, ő vette nekem az első basszusgitáromat. E, e, annyira durva, most már értékelem a Jura Heap, e, meg Rush, meg Yes e, Bakelit e, gyűjteményét, amit egyébként rongyosan hallgatunk e, dévvel a férjemmel. Most tudnám így értékelni, e, azt, hogy, hogy ő annó milyen volt az én koromban, és annyira jól kijönnénk a mai nap. Meg annyira szeretné egyébként a David is. Ő nála egy, 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 felnőtt gyermeket láttam így, egy ártatlan, senkinek nem ártó felnőtt gyermeket láttam így meghalni. Édesanyám meg ugye a matéra, az anyag, ahonnan jöttem, és annyira ronda ez kimondani, de az, hogy petefészek rákja volt, hogy az ölte meg, ahonnan például én jöttem. Uh. Tehát, hogy ezeket így, 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 feldolgozni meg, meg anyával mindig ugye érintés, masszíroztuk egymás kezét, mentünk vásárolni, tehát minden, ami, ami nőc is, minden, ami lányos, és rengeteget beszéltünk az utóbbi időben egyébként, a mi kapcsolatunk később lett nagyon-nagyon jó, velem nagyon szigorú volt az édesanyám gyerekkoromban, tehát, hogy, 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 ezt, ezt testet így látni, így elfogyni, és, és, és nem azt mondom, hogy megcsúnyulni, mert a halál a napján is ott volt a rúzs az ágya mellett, meg tehát elképesztő, tehát ékszer kollekcióban halt meg. Tehát, hogy, hogy, hogy ezt feldolgozni, ez is szörnyű, szörnyű, szörnyű nehéz nekem. De szerencsére nekem még él a nagymamám, az apai nagymamám, aki, ha nem a legfontosabb így család szempontjából az életemben, akkor hát szerintem hazudnék. Ö, Bauman Irén, nagymamám, mindent túlélő nagymama. És ő még él, és ő még ott van nekem, és ő még mesél a történeteiről. Egyébként egy nagyon, egy ilyen igazi female empowerment story volt az ővé. Ügyvédként dolgozott, és már 70-es években kikérte magának, hogyha valaki aranyoskámnak szólította. Úgyhogy Úgyhogy ő, ő még nekem ott van, és nagyon-nagyon-nagyon és hálás vagyok, hogy, hogy még velem van és tud támogatni. Mesélj még róla, kérlek, hogy mit, mit hozol tőle? Ö, az erőt, azt, hogy nőként is megállhassam a helyem, meg meg kell állnom a helyem egy egyébként férfias közegben, mint a rockzene. Erre számos példát tudnék hozni, hogy mennyi szexista. Ö, élményem volt, főleg úgy, hogy nem volt se női, se férfi képviselőm. Nyugodtan hoz be ezeket a sztorikat ide, mert, Hú. mert szerintem fontos, hogy ennek platformja legyen. Ez egyik kedvenc sztorim volt, egy nem mondok neveket, egy fesztivál promóter, Magyarországról beszélünk, és írtam neki levelet, akkor már az Emma voltunk olyan szinten, hogy szerintem azon a fesztiválon már felépettünk volna, és azt mondta, hogy ez a saját aláírásommal, és akkor mondta, hogy jaj, 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 nem, most ez így nem fog menni, és így bennem maradt valami, ó, bassza meg, csak írok neki még egyszer, és a nevemet átírtam az An Annó nevére, és arra már válaszolt. De, ó, hát annyira, annyi ilyen van. Bizony. Nagyanyám mondta, hogy én nem vagyok ilyen, abszolút én az egyenlőségbe hiszek, de, de, de tényleg nagyon sok esetben kétszer meg kell dolgoznunk még mindig, Hollandiában ez már hála is nem jellemző, de főleg ugye 2000 2000-es évek második fel, tehát 2007-től 12-13-ig azért itthon ezek nagyon-nagyon mentek. Hát ez megint csak egy ilyen társadalmi, nagyon éretlen hozzáállásnak tartom. Ö, igen, tehát hogy ne, rólam egyet kell tudni. Nekem tehát most már annyira tényleg föltornáztam magam önbizalom ügyileg, meg meg minden, hogy nekem lehet mondani, hogy nem tudok énekelni, vagy nem tudok basszusgitározni, vagy valaki féltékeny rám, nem érdekel. Egyetlen egy dolgot nem tudok elviselni, hogyha valaki hülyének néz. Uh -huh. És amikor ezt így meg is kell indokolnom, hogy Mondtak egy még egy példát, uh, valamiben nem értettünk egyet egy szervezővel, és igazából lemondtam egy eseményt, és ez írásban történt, tehát teljesen formális uh, üzleti uh, grammatikával, és akkor visszaír, hogy ne hisztiz már. Tehát a nő, hogyha valamiben nem ért egyet valamivel, az már hiszti. Uh -huh. Tehát, hogy mi? ezt így mutattam is a férjemnek, hogy nem vitte el. Én Google Translate-tel lefordítottam neki, hogy figyelj, ez nem dehogy is, ez teljesen normális üzleti ö, dolog. Tehát, hogy, hogy, és hiszti. Hiszti. Hát ez drámai. Hát, már egy kicsit vastag bőrt növesztettem magamnak, úgyhogy... hogy. Ö... és akkor ez a nagymamától jön ez a vastag Ez a, igen, ez abszolút a nagymamámtól. Ő egyébként egy sváb nő. 17 éves korában ö, majdnem agyonverték az ávósok, mert ö, hát kis ilyen halára verték, mert nem volt képes ö, az egyik barátnőjét ö, beárulni, vagy vagy nem, nem is tudom már volt, de akkor is kiállt saját magáért, akkor nem vették fel a jogi egyetemre, hiába volt kitűnő tanuló, mert bauman volt a neve, tehát ezek ugye régen ö, teljesen ilyen, ö, hát... Nagyon sokan tudnának erről mesélni. És ugye édesapám anyukája, és a édesapámnak volt egy huga, aki úgy nézett ki, teljesen, mint én. Tehát én láttam a fotókat róla. És én 89-es vagyok, és 86-ban a Hédi meghalt, 19 évesen, tudod, hogy, hogy vitte le a szemetet, nyitotta ki a liftajtót, és a lift nem volt ott és nem tudom hány emeletet esett a liftaknába, és ez az egy nagy méltósággal túlélte az első gyermekének így módon való elvesztését. Nos. Tehát, hogy az én családomban annyi ilyen szörnyűség történt, hogy ezeket még mindig tisztítom ki magamból, mosom, mosom ki a lelkemből, mosom ki a méhemből. A nők számára nagyon fontos, hogy egy ilyen folyamatos mély tisztító dolgokat végezzünk meg, hogy kommunikáljunk a belső női énünkkel, tehát hogy, hogy ezek, ezek annyira ott vannak, és amit még a beszélgetés elején mondtam, hogy nagyon sokszor mindig a legrosszabbat pörgetem le magamnak, az abszolút például ebből is jön, hogy a családomban olyan tragédiek történtek, Még mindig a legrosszabb változat, hogy, hogy igen, ezeket, ezeket innen is kapom, de ezeket muszáj-muszáj levedleni. Hogy csinálod? ezt a levedlést, ezt a tisztítást? Hát mondom, ez, ez rengeteg öntisztító, öngyújtító folyamat, illetve a transgenerációs oldás sokat tanulmányozom most, és nagyon szeretnék elmenni egy olyan szakemberhez, aki ezzel foglalkozik. Muszáj, mert a gyerekemnek nem akarom ezt továbbadni. Mesélj erről, kérlek, hogy, hogy ez a transgenerációs dolog ez már többször előjött a beszélgetésünkbe. Saját élményem nincs erről, olvastam róla, de ha tudsz erről mesélni, ha még csak nem is saját élményed, mm -hmm. hanem csak utána olvasottságod alapján, egy picit vázold nekünk, hogy ez konkrétan micsoda, vagy mit csinál egy ilyen uh, szakember? Hát uh, nagyon, tehát nagyon sok kérdést teszt föl. Az egyik legtipikusabb, ami egyébként azonnal szembe talált engem, hogyha az én anyukámnak, vagy nagymamámnak, vagy az én szüleimnek nem sikerült, akkor nekem sem fog sikerülni. Uh -huh. Vagy például anya, nagyon sokat szenvedtél a kemó alatt, de én akkor is megírtam egy lemezt, meg egyébként, nem azt mondom, hogy boldog élet időszakomból, de de, de Szerelemben éltem a, a, a férjemmel, de hát te kemú mentél keresztül, hogy, hogyan, hogyan tudtam én bármit, egy percet is élvezni ebből. Uh -huh. Tehát én, hogy hogy mennyire önző vagyok, tudod, és ezeket a kérdéseket így feltettem, hogy anya, majd én meghaltál, hogy viszem tovább a te terhedet. Tehát, hogy, 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 ezeket egy kicsit ö, ö, így, így, felnyitni, és, és ezeket, ezekre is rálátni, hogy ezek közül te mit cipelsz magaddal. És igazából az nem a te terhed. Meg lehet, hogy anyának se volt az ő terhe, hanem ő is még valahonnan hozta. És hogy ezeket így tényleg le kell, le kell pakolni magadról. Hát meg olyan fals bűntudatokat tud ez szülni. Bűntudat, pontosan. Ami egy teljesen kéretlen és szükségtelen teher. Nagyon szükségtelen, de ezeket annyira sokan cipelsz magunkkal. Úristen, az előző párkapcsolataimban is így láttam, és, és érték, tehát intelligens emberek, de egyszerűen egy bántalmazó édesapa, vagy, vagy, vagy egy, egy háború során összeszedett trauma. Tehát ez, ezek ott élnek, és én úgy tudom, hogy hat generáció traumáját viszük magunkkal így a dns meg. Tehát, hogy, 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 hogy ezek ott vannak, ez tudományosan is bebizonyosodott, hogy, hogy ez hmm. így van, hat generációt viszünk tovább. Nekem volt egy ö, érdekes felismerésem magammal kapcsolatban. Viszont akkor rájöttem arra, hogy én a filmeken való nemi erőszaktól elképesztően borzongok, de hogy ilyen, ilyen elemi visszhangást vált ki belőlem. És először így nem figyeltem rá, hiszen egy borzalmas dolgot látok, nyilván uh -huh. borzongok tőle, de amikor uh -huh. láttam, hogy így a környezetemhez képest engem ez talán egy-egy egy szélsőségesebben megvisel, akkor így elkezdett jobban érdekelni a téma, és évekkel később teljesen véletlen édesanyámmal beszélgettünk, és a, a Didimről mesélt, ott szóba került, hogy, hogy őt megerőszakolták az orosz katonák, és így a, az itt teljesen lesokolt engem. És Hú. én erről nem tudtam, tehát, hogy, hogy azelőtt nekem erről nem, nem volt úgy információm, és hát ilyen, ilyen tényleg, mint aki tökörúgtak, úgy, úgy, úgy hatott rám. És hogy mondjam, a mai napig nem bírom semmilyen formáját a nem erőszaknak elviselni, sem filmvásznon, sem semmilyen sem módon. Tehát, hogy a mai napig iszonyat hatással van rám, csak ennek nem volt egy ilyen különösebb oka az én életemben. Igen. Tehát, hogy nem, nem volt ezzel van ezzel van személyes benne. kapcsolódásom hála jó égnek, Igen. de mégis ott van, és ilyen nagyon, nagyon intenzív tudom. érzéseket És el tudod kérdezni, hogy mi magyarok, hogy hogy a, a, a 20. század traumái, azok még, még a mi generációnkban simán ott vannak. Igen. Minden. Minden ott van. Ezeket ki kell pucolni. Nagyon-nagyon sürgősen. Ilyen személyes, tehát személyes szinten is, de, de, de egy kollektív tudatállapot ba is ott kell lenni, hogy, 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 hogy ezeket nekünk pucolni kell ki. Különben nem, nem jutunk egy a kettőre sajnos. Hát el kell végezni a ősztársadalmilag is azt a belső munkát szerintem a társadalmunknak, ami, ami képes utána előrébe egy, egy másik tudatállapotba, vagy egy Pontosan. Öm, hogy mondjam, egyszerűbben egy fejlettebb tudatállapotba, talán Igen. fogalmazhatok ilyen magasztosan. Én erre egyébként nagyon sok ugye a te podcasted is, tök jó. Tehát, hogy, hogy én erre most már látok ö, ö, konkrét példákat is. Mondasz még? Például tök jó dolog használni az Instagramot, hogyha nagyon jó, tehát, hogy jó, jó célra használod, meg jó embereket követsz be. Nagyon sok mindent lehet tanulni. Ugye most már az interneten is ott van minden. Én nagyon sokáig ezt múmusnak láttam meg, fuck social media, de egyébként úgy, most már csak olyan embereket követek, akik abszolút inspirálnak. Így nagyon-nagyon sokat tud nekem adni. Igen, tehát az, hogy az emberek megnyílnak, tehát hogy, ne, hogy nem, egy, nem egy, 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 valakit mutatsz, ami csak egy százaléka annak, aki te vagy. Én nem azt mondom, hogy minden beszélgetésnek így kell zajlatnia, zajlania, zajlani, zajlani, de hogy, 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 egy kicsit legyünk már empatikusabbak a másikkal, meg ne legyen már ciki beszélni az ilyen dolgokról, hogy valakinek volt pánikrohama, vagy valaki milyen betegséggel küzd. Tehát, hogy ez, ez, ez ez, ez leyen normális, hogy így, így meg tudsz nyilni más előtt is, és, és tiszteld, hogy, hogy a másik minden keresztül. De szerintem ez, a, ez nálunk megvan legalábbis szerintem a mi kis szubkultúránkban Igen, a... egyre inkább. Igen, egyre igen. Inkább. igen. Én ezt én is örömmel tapasztalom, hogy főleg amióta a podcast megy, azóta a privát életembe is egy kicsit nyíltabban fordulnak felém az emberek, és ezért nagyon-nagyon hálás vagyok, mert mert olyan minőségű beszélgetések vannak az, az életemben az elmúlt fél évben ennek, ennek okán, uh -huh. amire nagyon-nagyon hálás vagyok. Mert egyébként ez is egy tökéletes dolog, hogy amikor én bekerültem a fischbe, én nagyon szerettem volna megfelelni a a közegnek, és őszintén mondom, hogy nagyon jól éreztem magam abban a tett rockstar millióban. A rockstar Neked millió alatt vagy? azt értem, hogy hogy lejártunk a bárholba, és ittunk, és bebasztunk, Aha. és hangoskodtunk, Aha. és uh, táncoltunk, és mit tudom én, de hogy hogy mindig azt vettem észre magamon, hogy én beszélgetni akarok emberekkel, és egy kocsmában mindig az van, hogy így üvöltözés az egész, mert nem veszekszünk, hanem Igen. hangos a zene, én meg beszélgetni akarok valakivel, akivel üvöltözünk egymással, uh -huh. és hogy nem biztos, hogy ez az ideális környezet arra, hogy én megéljem a, egyébként azt, amilyen vagyok. Uh -huh. És az, hogy most már ezt egyébként így tudom magamról, hogy hogy nekem egy este, amikor elmegyek szórakozni, akkor én elsősorban a beszélgetés az, ami engem kielégít, uh -huh és nem, nem, biztos, hogy azokat a körülményeket hajszolom, amik nem a beszélgetés szolgálják, az, az egy ilyen üdítő dolog volt, de nagyon nehéz volt ezt felismerni, hogy boldogabbá tesz egy tartalmas beszélgetés egy csendesebb helyen, mint még két feles. Pontosan. Hát igen, én egy idő után ezért nem jártam le bárhova, tehát hogy igazából hogy hogy az ivászatom meg, meg hogy kivel meg, hőhőhő, hő, ezek, ezek, ezek már akkor sem, tehát, hogy én, én inkább akkor valakivel tényleg elvonulok, és beülünk, nem tudom, valahová, és ketten, kettesben, sőt, én már, már olyan szinten irritál sokszor, hogyha ilyen ö, ö, szituációban találom magam, hogy például egy fél óránál tovább kell lenni, vagy egy óránál tovább kell lenni egy ilyen, nagyon felszínes, ö, hát nem rendezvényen, de ilyen, nem tudom, ugye, koncertek után is, megy az ivászat, stb. Többi, stb. Többi a backstage-ben, hogy engem szó szerint el. Hmm. Egyébként az ivászatra visszatérvén a Covid alatt abszolút nem ittam alkoholt több mint egy évig, és az is nagyon, nagyon sokat segített. Mi, miért segített szerinted nem tudom, egy, ugyan erről nagyon sokan tudnak beszélni, akik ö, ö, nem isznak alkoholt már, az is így, így tágítja a tudatodat, és igazából így egy magadra ismerés, és egy magad, önmagadhoz való visszatérést tud rendményezni. Uh -huh. Én sose voltam egy nagy volt egy, egyébként, tehát, hogy, de, de akkor úgy, úgy éreztem is, hogy jó, jó, akkor próbáljuk -e egy évig, hogy nem, és tök jó volt. Én most már nagyon köveset iszom, most uh -huh. már, egyébként nagyjából nekem is így a, a Covid-tól indult, de egész konkrétan tudom, hogy mikor ittam meg az utolsó felesemet, 2021. szeptember 3-án, akkor oh, ittam yeah. meg az utolsó felesemet. Azóta van, hogy így fröccsözgetek, uh -huh. tehát, hogy, hogy nem vagyok nem az alkohol ellen, meg uh -huh. egyébként normális mértékek között egy tök fan dolognak tartom. Nyilván a mértéken van a hangsúly, és minél több alkoholt fogyaszt az ember, annál kevésbé Igen. ismeri föl ezt a, ezt a mértéket, de mindegy, ez messzire visz. De nagyon jól esik akkor inni, amikor, amikor kor jól esik, és nem azért inni, mert, mert meg akarok felelni a közegnek. És ezt az előzőt csak azért hoztam ide, mert egyébként semmi baj nincs az, hogyha valakit őszintén boldoggá tesz az, hogy táncol és hangoskodik a bárholba, vagy bárhol máshol a backstage-be, csak hogyha már bárhol többször idehoztuk. Tehát ezzel a világon semmi baj nincsen, csak én ezt nem őszintén csináltam, hanem egy megfelelni vágyásból, és azzal viszont már baj van. Nem azzal, amit csináltam, hanem azzal, amiért csináltam. De akkor te is ismersz olyan embereket, akiket e ez kielégített, hogy. Persze, jó, hogy... persze. Igen. Igen, és, és, vannak, és én azt, ez, ez, ez azért egy idő után ez, 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 kijön, hogy, hogy nem vagytok egy, egy bizonyos értelmi hullámhosszon, ezt ez, ez, ez egy ki lehet mondani. Tehát, hogy, hát tehát, és ez nem is baj. Egyébként. Nem tehát, baj, hogy... nem baj, nem baj. Mondjuk, hogy a zenekaron belül történik, ez, ez egy kicsit uh, tud, uh, nem azt mondom, fájó lenni, de ott, ott le, lehetnek egy kicsi uh, de, de igen, én is, én is egy teljesen egyetértek veled, hogy, hogy nekem se ez az ideális esti program most mm -hmm. már. Egyébként nekem a fishben ezzel tök pozitív volt. Tehát, hogy amikor elkezdtem én keveset inni, vagy hát nem inni egyáltalán, tehát voltak úgy turnék, hogy én egy kortyot sem ittam. Oh, ez uh, saját döntés abszolút, volt? Abszolút, abszolút. Uh, és mindenki elfogadta, tehát, hogy senki nem tukmálta, egyszer-egyszer megkérdezték, hogy Aha. biztos nem, mondtam, hogy nem, Aha. de hogy így nem, nem volt ebből a konfliktus. Az kétségtelen, hogy vannak olyan alkalmak, amikor nehezebb kapcsolódni, Alkohol nélkül Igen. vagy én nehezebben viselem el azt, Igen. hogyha körülöttem más tudatállapotban vannak, mint én, de az rólam szól, és nem róla. Pontosan, egyébként nagyon sokan teszik le az alkot pont én a, én a Chelsea Wolfot nagyon szeretem, és ő is eldöntötte így a covid kellős közepén, hogy nem fog inni, és megcsinált, az első turné egy Ausztrál turné volt, és azt mondta, hogy iszonyú nehéz volt, tehát az első pár koncert, amikor ugye lejössz a színpadról, és akkor jön a... a, a, a a pia, meg a jól megérdemelt uh, feles. Mm. Uh, nagyon nehéz, nagyon nehéz. És én is uh, volt pár koncert mostanában, hogy, hogy, hogy nem tudtam inni, és uh, nagyon nehéz. Mm. Mert ez ez ugye benne van a rutinban, hogy legyen színpadon, meg ott a színpadon van víz, meg ott van a söcike. Mm. Hát ehhez kell egy támogató közeg, de igazából ez neked nagyon nehéz az elején. De aztán azt mondják, hogy 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 egy idő után Tök jó. Hát ja. figyelj, nekem pontosan ez volt az élményem, és emlékszem is, a strandfesztiválon játszottunk, amikor lejöttünk, és én koncert után pontottam akkor a szokásos sörömet, uh -huh. és megittam, mondjuk kettő, maximum három sört a hazamenetelig, ami mondjuk egy ilyen két-három órával később volt, tehát nem egy ilyen irgalmatlan mennyiséget, és urvászalól éreztem magam uh -huh. a buszba. Uh -huh. És így elkezdtem így, így, rádöntöttem a fejemet az előző előttem lévő ülésre, és hogy mi a francnak kezdtem el sörözni, mikor söröz nem volt vele, uh -huh. nem akartam ma este bebaszni, nem akartam ma este semmit csinálni, aminek az alkoholhoz közel van, mégis ilyen kótyagosnak érzem magam meg, fájtól uh -huh. tőle a fejem, és egyáltalán nem esett hogy mi a francért csináltam ezt. Uh -huh. És akkor ott volt az a pont, amikor rájöttem, hogy hogy elkezdett már egy kicsit automatikává válni, csak az, hogy lejövök a színpadról, és akkor bontok egy sört, vagy csinálok egy fröccsöt, és akkor rájöttem, hogy egyébként ezt nekem nem muszáj csinálni, hogy csináljam akkor, amikor ez éppen jó lesne, de hogy ne legyen a, a természetes működésemnek a velejárója az, hogy a színpad után nekem bontanom kell egy sört, és egyébként onnantól kezdve nekem ezzel nem, ez nagyon szerencsém van, mert nekem a, a családomban nem voltak alkoholbetegek, uh -huh. és, és ezért nem is úgy nőttem fel, hogy az alkohol az a, az a háztartásban van egyáltalán, mert uh -huh. mert nagyon, nagyon szerencsés, és pont azt hiszem karácsonykor fejtettem ki nekik, hogy mennyire Országon, igen. Szóval nagyon szerencsés vagyok, mert így ez onnantól kezdve, hogy erre rájöttem, hogy ez, ez, nem engem szolgál, hogy egy ilyen automatika szerint működök, onnantól kezdve nekem abszolút semmi gondom nem volt. Ugyanúgy meg itt a kólámat, a ásványvizet, uh -huh. vagy itt a kávét, vagy nem tudom, uh -huh. eszegettem valamit, kajával való viszonyom az egy picit más, de, de az meg egy másik történetnek a része. De, de ez, ez abszolút a szubkultúrának a, a, a sajátja. Igen, egyébként szerencsés vagy, hogy a tested jelez. Én is volt van, hogy megiszom egy, egy pohár vörös bort, és, és szétvet a migrén. Tehát, hogy mi igazából szerencsések vagyunk, mert hogyha nagyon sok erőfeszítést igényelne a részünkről, hogy alkoholisták legyünk <laughs> ilyen anyagcserével, gondolom. Uh, igen, szubkultúra része. Hát kint is Hollandiába. Hollandiában. Hollandiában felesek azok nem mennek, tehát az, hogy, hogy itt a kísérő a sör, uh -huh. az, az szerintem egy nagyon szomorú dolog. Uh, kint mindenki sör, 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 sör. És egy ismerősöm is azt mondta, hogy tök érdekes, hogy így be vannak a bárokba, de hogy így nagyon részeg kirívó embert azt így nem lát. Nincs. Nem, nem, nem isznak felest, abszolút nem. Jó, vannak ilyen sott bárok, ilyen fiataloknak, de csak sörös, sörös, sört isznak, tehát abszolút nem jellemző a részek holland annyira, mint itt. <laughs> Na szóval, szóval az a alkohol nélküliség is egy, egy egy nagyon jó kezdőpont tud lenni a gyógyulás felé vezető úton. Hm. Ezt pont a említette az előző adásban, hm. hogy, hogy neki ez egy iszonyatosan kulcsfontosságú volt a terápiájában, hogy Igen. hogy letenne a piát, és, és ő addig a pontig, amíg nem szembesítették azzal, hogy, hogy le kéne rakni, addig nem is gondolt rá, hogy, hogy ez egyáltalán a problémának a része lehet. Szorongást okoz nagyon sok embernél, ugye. Nekem mindig egy ilyen felé fordulás, és, 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 másnap mondom, tehát független attól, hogy én nem iszom sokat, hogyha iszom, én másnap migrénem van. Egy egész szervezetem így eldöntötte, hogy nem. Úgyhogy, de természetesen a kulturális hívásnak én is ö, híve vagyok, tehát, ö, de hát igen, nagyon-nagyon nehéz, főleg, hogyha túlném van az ember, kurva nehéz. Nagyon nehéz. Hogyan tovább? Ö, nagyon várom a tavaszt, nagyon várom a nyarat. Ö, lesznek fellépések most, úgyhogy. El leszek foglalva, két lemezt írunk, úgyhogy. Ja, igen, én egyébként egy holland farmon lakom, tehát kint a természetben mm. kiköltöztünk. Nagyon jól jót tett a lelkemnek, hogy természet közelében vagyok. Egyébként a podcastjaidat pont holland erdei sétáimon szoktam hallgatni. Köszönöm. <laughs> Ugyan... Akkor te vagy a, a 1% holland hallgató. Igen, én igen. vagyok, én vagyok. Um... Úgyhogy nagyon, nagyon szeretek kint lenni egy nagyon-nagyon jó kis ország, és egy elfogadó, egy abszolút ö, ö, egészséges közegben vagyok, főleg így a természet mellett, ami egyébként, tehát hétvégén koncertjeink vannak, meg hogyha leszervezünk egy turnét egy másik zenekarnak, akkor ott vagyunk, tehát rengeteget éjszakázom, de egyébként meg annyira durva, mert pont eszembe jutott, hogy ennyi sokszor után meg ennyi vagy ennyi halált láttam, ö, nagyon sokszor eszembe jutott az a jelenet az amerikai szépségből, amikor a szél így meglibbenti azt a, a műanyag papírzacskót, és a főszereplő azt mondja, hogy de annyira szép az élet, és a két kis, kis dolgokból is ott van az élet szépsége, és igen, kimondom most nem, most bűntudat nélkül, hogy hiába láttam így a szüleimet kínok közt meghalni, néha elönt egy olyan boldogság érzet, egy olyan euforikus érzet, hogy nagyon-nagyon szeretem az életet és azt a formát, amiben vagyok. Úgyhogy ez, ez én minden nap, minden egyes nap hálát adok, hogy, hogy, itt vagyok, és, és hogy ebben a formában élek, és én egyébként nagyon, bocsánat, én nagyon várom a halált is, én, én, én hiszem azt, hogy ez egy másik ajtó, én készülök rá, hogy egyszer úgy menjek el, hogy, valami értékeset hátrahagyok a világban, illetve, hogy fölkészüljek arra, hogy, 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 hogy hogyan lépek ki ebből a testből. Én, 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 én nem tudom, én, én nagyon szeretem az életet. Ez egy tökéletes végszó volt szerintem. Igen. Köszönöm, hogy beszélgettem. Én köszönöm szépen. Hú.